Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Rákosmente testvérvárosa az Erdélyhez tartozó Gyergyószent Miklós, ahol hagyományos ünnepségnek számít a minden év decemberében tartandó Szent Miklós napok. Mai vendégeim kerületünk küldöttségének élén vettek részt a tavaly évvégi eseményen. Üdvözlöm a stúdióban Szabó Tiborné és Virág Mihály önkormányzati képviselőket. Köszönjük a nézőket. Üdvözlök a kedves nézőket. És elsőként képviselőasszonyhoz fordulnék, hogyan jellemezni a két település közötti kapcsolatot, tehát Rákosmente és Gyergyószent Miklósét. Igazán, ami elhangzott, hogy testvérvárosi, ez a szószoros értelmében én ezt úgy érzem, mert minden szinten emberileg is, és amivel a kapcsolatot megtöltjük tartalommal, az valóban megfelel ennek a szónak, hogy testvérvárosi. Elsősorban kulturális szinten tartjuk egymással a kapcsolatot. Magyarországról járnak ki művészek kiállítani. Az Asel színpad nem olyan régen, egy hónappal ezelőtt volt kint, és a Rómeó és Júliát mutatták be. Ebben az évben pedig most decemberben írtuk alá az együttműködési megállapodást, hogy amennyiben a pályázaton eredményesen indul Rákosmente önkormányzata, akkor a Gyergyószent Miklósi Figuraszínházat látjuk ismét vendégül. Ők is rendszeresen járnak hozzánk, művészek jönnek kiállítani, mint a színházat említettem. Mi most ezen az alkalmon is vittünk magunkkal, hogy úgy mondjam, kulturális tartalmat. Herencsár Viktória cimbalom művésznő volt az egyik estén a fellépő művész, igen nagy sikerrel, úgyhogy, és folyamatban van egy a vendégszereplés kapcsán. Jövő évre egy újabb koncert sokkal nagyobb befogadó képességű helyen, hogy minél több ember megismerhesse Herencsár Viktória csodálatos művészetét. Arról, hogy milyen programokon vettek részt, mindjárt beszélni fogunk, de akkor még előtte milyen volt a kiutazás, mekkora volt a küldöttség és milyen volt a fogadtatás? Nagyon féltünk attól, hogy az előzetes hírekben az volt, hogy mínusz 10 fok és nagy hó. Nagyon-nagyon féltünk, mert tudni kell azt, hogy ott azért az utak nem biztos, hogy megfelelők arra, hogy időben odaérkezzen. Így is 10 órás út volt, mikor megérkeztünk. Egy nappal természetesen az összes többi küldöttség előtt érkeztünk, és a szállodában még éppen viccesen meg is jegyeztem, te jó Isten, le van oltva, minden, le van kapcsolva, minden világ, egyáltalán jó helyen vagyunk, vagy jó időben jöttünk, és lehetett látni, hogy ki vannak készítve a kulcsok, és az első delegációként mi érkeztünk meg, elfoglaltuk a szálláshelyünket, és már akkor jött a kísérő, aki évek óta egy nagyon kedves család, egy nagyon kedves hölgy, és már mindjárt rögtön fogadott, és már próbálta a programokat egyeztetni és szervezni. Nagyon-nagyon jó érzés volt megérkezni. Igen, ezen gondolatokból is átjön, de hogy tényleg ennyire vendégszeretők az ottani emberek? Az ottani embereket ismerni kell. Ez egy különleges adottságok, különleges neveltetés, különleges gyökerek. Hadd mondjam el azt, hogy nem láttam futó, rohanó embert, nem rohangálnak az emberek az utcán. Mégis odaérnek mindenhova. Nem tud az ember előre köszönni, mert megelőzik. Még akkor is, mivel idegenek vagyunk. Mégis egy adjod Istent, vagy egy jó napotot kívánva köszöntenek. A harmadik dolog, hogy a gimnáziumban például, mikor bementünk, a gyerekek nem rohangálnak, fegyelmezetten mennek, nem kiabálnak, mégis megértik egymás szavát. Na ez Erdély, ez Székelyföld. Ezek példaértékű gondolatok voltak, és hát nagyon sűrű volt a program, amire már részben ugye utalt, és akkor így, ha végigvesszük sorba, akkor miken vettek részt? Az elsősorban mi a város védőszentjének, Szent Miklósnak ünnepére mentünk el, ez természetesen 6-án volt. Előző este ugye megérkezik Szent Miklós, és a gyerekek és a családok nagy örömére, és a főtéren ilyenkor tűzijátékkal ünneplik és kedveskednek neki, mindenféle árusokkal találkozhattunk, és volt egy nagyon jó koncert még kint, egy szabadtéri koncert, szívet, lelket melengető, és azon is nagyon-nagyon sokan részt vettek. Aztán másnap volt a
Herencsár Viktória koncert, de volt kiállítás és irodalmi est a Tarisznyás Márton Múzeumban. Polgármester úr tartott egy tájékoztatót a város fejlődéséről, az elmúlt év eseményeiről, és hogy mi várható, milyen fejlesztések várhatóak a következő időszakban. Aztán este volt Viktóriának a nagy sikerű koncertje a gimnáziumnak a dísztermében, ami az egy tényleg egy csodálatos hely. És aztán másnap pedig volt a nagy ünnepség, a Szent Miklós napi ünnepség, ahol a Szent Miklós templomban részt vettünk a szokásos ünnepi szentmisén, utána pedig egy körmeneten vesz ilyenkor részt a város apraja nagyja, aki megtiszteli ezt az eseményt, és úgy érzi, hogy ott a helye. És ilyenkor a templomból a nagyon régi, több száz éves Szent Miklós fából készült szobrot ráhelyezik óvatosan egy két ökör vontatta nagy szekérre. Az ökrök fel vannak díszítve virággal, meg ilyen kalácskoszorúval, és akkor ő megy a menet elején ez a szekér, és utána mennek a város elöljárói, az egyházközségek, az örmények rendjei, különböző lovagrendek, és a vendégek, és a hívő közösség. És akkor négy alkalommal a tér négy sarkán megáll a menet, miközben egyházi énekeket énekelnek a résztvevők, és aztán itt egy-egy igét elmondanak, aztán megint egy kis ének mennek tovább, közben a városi fúvós zenekar kíséri ezt a menetet, és aztán amikor visszaérünk a templomhoz, akkor ott a püspök úr, aki celebrálta a misét, az ilyenkor megköszöni a részvételt, megáldja az ott jelenlévő embereket, és utána mindenki megy a dolgára. A küldöttségeket, azokat pedig ilyenkor az Esperes úr az egyházközségnek egy ilyen vendéglátó helyiségében vendégül látja egy igazi székely ebédre, ahol mindent összeadnak a süteményeket az asszonyok hozzák, ők főzik az ebédet, ők szolgálnak fel nagyon szép székely ruhákba, úgyhogy fantasztikus élmény, csodálatos dolog oda menni. És ugye egy jeles évfordulót is ünnepelt a két település, amelynek köszönhetően születettem a szép és díszes oklevél is. Mi is volt ez pontosan? A testvérvárosi kapcsolat Budapest és Gyergyószent Miklós között 25 éves múltra tekint vissza. És úgy gondolták, hogy ezt a 25 évet meg kell újítani. Gyakorlatilag ugye ez nem szakad meg, de mégis egy ilyen eseménynek hangot adva meghosszabbították. Tehát nyilatkoztunk, hogy továbbra is ugyanezzel a kulturális kapcsolattartással és minden hasonló rendben ez így menjen tovább. Az a megtiszteltetés érte a küldöttségünket, hogy ezt mi írhattuk alá, és mi vehettünk ezen a ceremónián részt. Egy rövid gondolat még a programokra, ugye Herencsár Viktória művésznő fellépése elhangzott, ez biztos nagyon különleges élmény lehetett a kintiek számára. Hogyan élték meg, mit tapasztaltak? Ha megengedi, szerkesztő, én visszatérnék még a templomhoz, az előző naphoz, amikor, hát ne titkoljuk el, bizonyos küldöttségekből kiemelten egy-kettőt, és ebben benne volt Rákosmente is, és a Kati nagy megtiszteltetés az én legnagyobb örömömre, egy igét elmondhatott. És ez nagyon nagy büszkeséget töltött el bennünket. Majd visszatérve ezek a menetekre, hogy lehetett látni, hogy ezek az emberek, akár a küldöttségek résztvevői jöttek, már ismerősként üdvözölték egymást. Az a felkészülés, aminek, hogy mennyire fontos ez az ünnep nekik, hogy ott mindenki a legszebb ruhájába, hatalmas, tömött sorokba, végig türelmesen, végig körbesétáltok ezt. Majd az Esperes úr, hogy vendéglátott, hogy a Kati említette, ott is egy nagyon jó hangulatú beszélgetés követően, ugye jöttek az esti programok. Hát az esti programokra
el kell mondanunk azt, hogy ugye akkor már este nagyon hideg van, ott átcsalogtunk a téren, és vártuk a tűzijátékot. Ezt követően jött a koncert, de a koncert mellett, hát azért említsük már meg azokat a nagyon finom forradborokat, amik az átfagyott kezeket átmelegítették, és kortyogattuk. És hát én nekem van egy kedvence édességem, ez pedig az erdélyi kürtös kalács. És ott igazi szén, faszénen, tekerve, pirítva, és nem ilyen pici, hanem olyan termetes, és nagyon finom, és ki kellett várnunk sorunkat, sorban álltunk, hát ez valami egészen felelmelő érzés volt, ezt elfogyasztanunk közösen. Úgyhogy, és akkor jött a másnap, a Herencsár Viktória. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy egy nagyon zsúfolt program volt. Ebben a pár napban mindent szeretett volna Gyergyó Szent Miklós bemutatni. Rengeteg kulturális esemény, rengeteg program volt, és így a Viktóriának a koncertjének az időpontja meg volt határozva, azt hiszem este 8 óra volt, vagy, és 8 óra előtt 3 perccel ott ültünk az üres terembe. Ugye a Viktória órákkal előtte neki fel kell készülni, mert neki a fejébe szól a zene, valami különleges művészről beszélünk. És idegeskedtünk, hogy mi fog történni. Pár másodperccel 8 előtt kinyílt az ajtó, és megtelt a terem. Egyszerűen úgy időzítettek, hogy ide is érjenek. Tehát egyéb programokról. A legnagyobb megdöbbenésünkre a polgármester úr, akkor az egyházi elöljárók, az Esperes úr, bejöttek, leültek. És itt szerettünk volna egy nagyon érdekes dolgot, amit a Viktória el is mondott, hogy ugye sok emberben az van, aki felületesen ismeri a cimbalmot, azt mondja, hát ez egy cigány zene, és fehér asszony ül ottan az orgonánál. És akkor mindjárt ugye úgy kezd, hogy ezt eloszlatta. Ez a 15. századra datálódik, amikor ezt a hangszert elkezdték feltölteni zenével. És ezt követően a 17. századtól kezdve, vagy a 18. századtól kezdve a cigányok, és most nagyon-nagyon jó értelemben mondom, a jófülű, csodálatos, tehetséges cigányzenészek felvették, mint a hangszer a zenekar tekintetében. Tehát így kapcsolódik össze a kettő, és nem tévesztendő össze azzal, amit a művész ott produkált, vastapsolt. Vastapsolt, éjjenzés volt, és azt is megmondom, hogy sorban álltak a DVD-kért, amiket ugye ottan potom filéreként meg lehetett vásárolni. Büszkék voltunk ezen az este, ugye? Hát azt hiszem, hogy sokan irigylik önöket a látogatás miatt, és akkor végezetül, de nem utolsó sorban beszélj még a közeljövőről, hiszen a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére el fognak látogatni a Gyergyószent Miklósi küldöttség is ide hozzánk, illetve ezt megelőzően, ami még fontosabb lesz, egy nagyon különleges alkalmon vesznek majd részt. Így van, a hölgy, akit és illetve a család, akit említett már Misi, Kozma Tünde, ő ott a szociális osztályon dolgozik, és hasonló dolgokkal foglalkoznak, hivatalosan, mint mi itt egyesületi szinten, természetesen önkormányzati támogatással, ez pedig a péntekenként ételosztás. És abban egyeztünk meg, vagy az ő ötletük volt, és mi nagy örömmel ezt el is fogadtuk, hogy egy nappal előbb jönnének, és a most, illetve a jövő pénteki ételosztásnál, tehát 18-án erdélyi ízek, azok majd meg fognak jelenni az ételben, tehát ők fogják hozni az alapanyagot, és közösen fogjuk megfőzni, és ők fogják majd az önkormányzat előtt a rászorulóknak, illetve akiknek jegyük van, és oda jönnek azoknak az ételt kiszolgálni. Tehát ilyen szinten is az együttműködés az természetesen megvan közöttünk. Ami ezért azt kívánom, hogy nagyon hosszú és gyümölcsöző legyen még, és köszönöm szépen a beszámolót. És köszönjük szépen. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!